Köszöntöm a nézőinket! A mai Sportkorzó középpontjában a tánc áll, ugyanis a vendégem a Veldenz Sportegyesület elnöke és alapítója is, Szépold Gabriella. Köszöntelek téged, szia! Köszönöm szépen a meghívást! Rengeteg világbajnokságon, eseményeken és versenyeken vagytok túl. Van-e időtök fellélegezni? Egy pár napunk egy picit igen van, lezártuk az elmúlt tanévünket egy nagyszabású és mondhatom, hogy nagyon jól sikerült gálával. Vasárnap a PMK színház termében két felvonásban jutott hely és idő a táncosainknak, akik több mint 300-an vannak, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hiszen jó azt hallani egy évzáró gála után azoktól a szülőktől, nagyszülőktől, akik már nagyon régóta velünk vannak, hogy bizony megint azt látták, hogy léptünk egy szintet, fejlődtünk, megint valamivel többet kaptak, hiszen ezért járnak a gyerekek, hogy ne csak jól érezzék magukat, hanem egy minőségi fejlődés és változás is legyen évről évre, és bár nem görcsösen kapaszkodunk ebbe, de mindenképpen erre törekszünk. Úgyhogy most nagyon-nagyon jó érzés ez, hogy így sikerült lezárni a tanévet, de egy picit csak szimbolikusan, hiszen a nemzetközi versenyek azok most várnak ránk. Említetted, hogy nem is görcsösen ragaszkodtok ehhez, de mégis valahogy adja magát, mert annyira sokat tesztek bele, és rengetegen jelentkeznek, hogyha jól tudom, bővültetek is. Igen, bővültünk. Minden évben egy teljesen ingyenes, interaktív tanévnyitó nyílt nappal várjuk az új érdeklődőket. Nagyon nagy sikerrel zajlott ez le múlt szeptemberben is, és ismét növekedtek a létszámok a csoportjainkban. Több kezdőcsoportunk is indult különböző műfajokban, és hát az évek alatt elért, most csak a magyar eredményekre gondolok, akkor a 29 aranyéremből 20 az országos bajnoki cím, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, illetve mindig ott vagyunk a minősítő versenyeken is, amelyek akár már nemzetközi szinten is minősítő versenyek. Egy picit ez ugye humánusabb, hiszen nem a rangsor a lényeg, hanem az, hogy tulajdonképpen inkább a csapatokat saját magukhoz mérik, illetve három szintre osztják arany, ezüst és bronz minősítés, és 53 arany minősítés van mögöttünk, és ami még példátlan, hogy egy gyémánt minősítést is szerzett az évtánca elnevezésű nemzetközi minősítőn a szólótáncosunk. Úgyhogy az öröm az fokozódott, és tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és hát köszönjük nem csak a táncosainknak, hanem a szülőknek is nagyon nagy köszönettel tartozunk ezekért. Talán ez a gyémánt külön díj most sokunknak egy picit megütötte a fülét. Hogyan is lehet ezt elérni, mennyi mindent kellett ezért megtenni? Hát nagyon sok munka, ezt azt kell, hogy mondjam. És jó látni azt, hogy aki már szólóban versenyzik, ő biztos, hogy ott van minimum egy csapatban, de a jelenlévő tán, vagy aki most szólóban versenyzik, ő egyszerre négy csapatban is táncol. Tehát a gálán folyamatosan csak öltözött, trióban is helytállt, ráadásul nem is akárhogyan, hiszen ott is aranyérmesek lettek a trióval, és hát szólóban pedig, aki már ennyire elkötelezett, de ott a szülői háttér is nagyon-nagyon fontos, és nagyon kemény munka, rengeteg külön óra és rengeteg külön gyakorlás kell hozzá. Jó, tehát akkor, hogyha már külön óra, akkor most ne is menjünk tovább a versenyekbe. Hogyan zajlanak az edzések? Ugye, hogyha jól tudom, a két felvonás is úgy történhetett meg, hogy Benkő Fanni, Horváth Viktória, Szalai Júliának a tanítványai léptek fel első körben, másik körben pedig Knapcsek Kitti, Sipos Fanni táncosai léptek fel. Ugye itt több edzők vannak akkor, hogyha jól Igen. tudom. Tehát akkor beszéljünk egy picit az edzésekről, mert ez mindennek az alapja. Tulajdonképpen mindennek az alapja, de egy picit az edző is, és itt nagyon az edzők szerepét azért kiemelném, hiszen gyönyörű munkát végeznek, és az, hogy kitartóak, igyekeznek a szülői elvárásoknak, megfeleléseknek, megkereséseknek is eleget tenni, ez is nagyon fontos. Megtalálják a közös nyelvet a gyerekekkel, a tanítványokkal, hiszen azért az kevés, hogy jó hangulatúak az edzések. Fontos a motiváció, fontos, hogy erőnléti képzést is kapjanak és felkészítést, hiszen egy-két perces akrobatikus rock'n'roll koreográfiát letáncolni, az nem kis teljesítmény, még ha az látszik a színpadon, hogy fú, ez bárkinek menne, ez egyébként nem így van, úgyhogy az edzők szerepe azt gondolom, hogy nagyon fontos, és hát nagyon büszke vagyok mindegyikükre, és arra is, hogy a Veldenz
nevelte ki tulajdonképpen az edzői gárdát egyetlen egy lányom kivételével, már így fogalmazok egyébként, senki ne értse félre, nem a lányaim, csak igazából közvetve, de hogy mindenki ugyanazt viszi tovább, hogy ő is jól érezte itt magát, nagyszerű eredményeket ért el, és egy olyan pluszt kapott az életben, mivel ez van mögötte, így nőtt fel ő is gyerekként, ezért sokkal könnyebben tudják tovább vinni ők is ezt a gyerekek felé. Heti hány edzés van? Ez tulajdonképpen nem csak a korcsoporttól, hanem attól is függ, hogy ki milyen szinten táncol. Nem egy táncosunk többféle műfajt is vállal. Az azt jelenti, hogy heti minimum 4 edzésen kell, hogy ott legyen. Aki trióban, vagy akár szólóban szerepel, akár ez már heti 6, vagy még több külön próbát is jelenthet. Ez már az elkötelezettségtől függ. Ez természetesen nem, ettől most senki ne ijedjen meg. Tehát az alap az, hogy minden tanfolyam heti 2 edzést tartalmaz általában, de az elszántabbak, vagy akik azt látják, hogy mekkora pluszt kapnak ettől, hogy bele kell tenni rengeteg energiát és időt, de nagyon sokat ad vissza az, hogy egy versenyen utána ott áll a dobogó legfelső fokán, vagy egy fellépésen ott van a csapattal, vagy külön program, a versenycsapatok, nem egy haladó csapatunk, már külön programokat is szervez, és olyan életre szóló barátságok kötődnek, amelyek mellett azt gondolom, hogy nem mehetünk el, hiszen ezt is hozza magával az, hogy valaki egy közösséghez, ugye most a Veldance-ről beszélünk, tehát a Veldance-hez tartozik. Nyilvánvalóan az látszik akkor, hogy az élet több területére is kihat maga a tánc. Melyek azok a koreográfiák, vagy bocsánat, nem koreográfiák, hanem azok a tánc típusok, amelyek a legnépszerűbbek? Nálunk az akrobatikus rock'n'roll és a modern vonal, mint a videoklip tánc vonal, így fogalmazok, az utcai tánc stílusok, a fashion dance, tulajdonképpen fej-fej mellett halad ez a kettő, és mind a kettőben gyönyörű eredményeket értünk el. Nagyon kedvelt, és mondhatom, hogy egyre kedveltebb a mazsorett, amely szintén ugye tradicionális tánc és abszolút nagyon régi hagyományai vannak, de most már ez modern köntösben szerepel a versenyeken is, és a mai modern zenékre olyan látványos mazsorett koreográfiák vannak, hogy szinte már valamelyik RG gyakorlatokkal vetekszik, tehát hogy itt sokan egy picit mást gondolnak, hogy a zenekar előtt után menetelnek a lányok. Innen indult, és ilyen is van, és amikor ilyenre hívnak minket, azt mi nagyon-nagyon szeretjük, és nemrég volt Szegeden egy ilyen felvonulás, és ezt imádták a mazsoretteseink. De tehát, hogy ott is azért megjelennek, már egyre többen az ír tánc is kezd úgymond népszerű lenni megint, az ír steppel kiegészítve, nem csak a néptánc részével, és hát a picurkák is nagyon-nagyon lelkesek, hiszen már 4,5-5 éves a legkisebb, akik nálunk táncolnak, és hát 30 fős manócsoporttal zártuk az évet, akik tényleg tündériek voltak a gálán, és nagyon-nagyon ügyesen szerepeltek. Ugye azt is tudni érdemes, hogy nem csak Szentendrén léptek fel, hanem a környékén is, mint például Budakalászon is, rengeteg fellépés járul ahhoz hozzá, hogy a kicsik is egyre jobbá váljanak, és majd a versenyeken megmutathassák, hogy mi mindent tanultak. Te hogy látod, miért van ezekre a fellépésekre azon túl szükség, hogy még jól is érzitek magatokat? A fellépés tulajdonképpen tét nélküli, de mégis van egy olyan egészséges drukk és izgalom a táncosokban. Sokszor tényleg azt látjuk, hogy még jobban izgulnak, mert ott vannak a rokonok, családtagok, ismerősök, és még inkább meg akarják mutatni magukat. Ami valahol érdekes, mert ahogy fogalmaztam, nincs tétje, de azt látjuk, hogy nagyon szeretnek jönni. Vannak csapatok, akik kifejezetten minden fellépésen ott vannak, szülőstől, szurkolótáborostól, osztálytársak jönnek őket megnézni, és nagyon jó ezt látni. Szeretnek szerepelni. Van, akinek ez hozzátartozik az életéhez, a színpadvilága, valaki nyilván a táncon keresztül találkozik ezzel, de mindenképpen kinyílnak a gyerekek, és aki mondjuk nehezebben szólal meg évelején, vagy egy picit is nehezebb, vagy zárkózottabb, nehezebb belekommunikálni, azt látjuk, hogy néhány hét hónap eltelik, és abszolút megnyílnak, hogy a közösség részévé váltak, és hogy bizony azt tapasztalta, hogy színpadon valamit adott a többi embernek, és őt megtapsolták, és ez mindenképpen egy ilyen adás, kölcsönhatás van egymásra, és nagyon-nagyon pozitív hatásai vannak, de akár egy iskolai felelés alkalmával is ezt saját bőrömön is tapasztaltam. Saját bőrödön is tapasztaltad, mert ugye neked is el kellett valahol kezdeni, egy picit pörgessük vissza az időt, rengeteg koreográfiát raktok össze, produkciókat, de honnan jött az egész, és te mikor kezdted el?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez már nem ma volt. Ritmikus gimnasztikával kezdtem egyébként, és aztán kanyarodtam a tánc felé. Az egyesületet 20 évesen alapítottam, ennek már egyébként 17 éve, ez most így ezt gyorsan össze lehet rakni, de hogy idén 17 éves a Well Dance, és pont azért hoztam létre, mert annyit kaptam én is a tánctól. Nem nagyon beszéltem, én sem voltam egy nagyon kommunikatív ember, és olyan szinten változtam meg, aztán a tanítás hatására még inkább azt tapasztaltam, hogy sokkal közvetlenebb lettem, és rengeteget kaptam én is a tanítványaimtól, és a szülőktől is, és ez nagyon jó érzés volt. Természetesen mindig a jéghegy csúcsát látjuk, és hogy nem csak pozitívumokkal van tele. Én most erről, meg erről is szeretek beszélni, az, hogy milyen kemény munka van emögött, meg mennyire nehéz volt az indulás, az egy más lapra tartozik, de nagyon örülök, hogy már 17 év távlatából azért olyan sikerekről beszélhetünk, hogy itt nem egy világbajnok csapat vagy világbajnok nevelődött ki a Well Dance-nél, és nem mellesleg egy nagyon jó közösség is alakult. Egyébként ehhez szerinted csak érzékkel, vagy azért kell némi plusz segítség, tanfolyamok? Te hogyan jártad ki ezt az utat? Biztos, hogy kell érzék a tanításhoz mindenképp. Hát egyrészt egy másik főiskola mellett a TF edzőit végeztem el, az edzői a továbbképzőintézet edzői képzését, ez akkor még 2 éves volt, és aztán a táncművészetit is elvégeztem, ami 4 éves volt, és attól én nagyon sokat kaptam. Ez egy dolog, amit azt gondolom, hogy már csak maga miatt is hozzátesz az ember, hogy egyrészt el tudja mondani, hogy igen, ő azért elvégzett ebben a szakmában valamit, nem csak ült a tévé előtt. Másrészt rengeteg ismeretet kaptam, de nem ettől tanul meg valaki tanítani, hogy elmegy egy edzői képzésre, vagy bármilyen OK-s kurzusra. A gyakorlat az sokat tesz. A gyakorlat sokat tesz, és hogyha nem, ha nincs érzéke az illetőnek az emberekhez, az emberekkel való bánásmódhoz, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, akkor én néztem, tehát láttam ilyeneket is, hiszen több edző megfordult nálunk. Nagyon jó táncos volt némelyikük, de nem tudott az emberekkel bánni, vagy a gyerekek nyelvén. És akkor már nem olyanok voltak az edzések, hiába volt szakmailag kiemelkedő. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog tulajdonképpen. 20 évesen megalapítottad, gondolom akkor még csak egyedül voltál edző, vagy volt-e rögtön, aki csatlakozott hozzád, hogyan jöttek az edzők folyamatosan, és hogyan választottad ki őket, mi alapján, mennyire volt ez nehéz? Na most azért jó sokat kérdeztem. Hát igazából egyedül kezdtem el 20 évesen, és olyan szinten, hogy mindent egyedül, a plakát tervezéstől a szórólap vágásáig tényleg mindent egyedül csináltam. És aztán annyira sokan jelentkeztek, hogy arra ébredtem rá, hogy egyedül nem bírom. Tehát 4-5 óra, napi 4-5 óra tanítással sem tudok minden igényt kiszolgálni, és már nem tudok ennyire differenciálni, és hogy közben a szervezés, a háttérmunka sok lett, meg a hétvégi versenyek, és egyszer csak hoztam egy döntést, hogy hát akkor legyen egy csapat. Először hirdetést adtam föl, több-kevesebb sikerrel, de voltak, akik azért évekig a Well Dance-ben voltak, és nagyon szép eredményeket értünk el együtt. Aztán úgy hozta az élet, hogy, ahogy mondtam neked, hogy kinevelődtek a táncosainkból, a tanítványaimból az edzők. Most már a mostani edzők, illetve a tanítványaim tanítványaiból is van, a legfiatalabb edző tulajdonképpen már így csatlakozott. És ő mennyi idős, ha szabad tudni? Ő 18, tehát abszolút legális. Legális a történet. Előtte már azért lehetett rajta látni, tehát ez mindenkin igazából látszik, hogy van ehhez érzéke, vagy kedve, mert hogy itt azért, ahogy mondtam, vannak nehézségek a versenyekkel, a fellépésekkel, az oda vezető út, a koreografálás, és akkor még, ha esetleg elégedetlenség van, vagy egy szülőnek csapódik le valami más, hogy akkor azt is azért kezelni kell, és természetesen mindenki fontos nekünk, ennek így kell hozzáállni. Úgyhogy ez, ahogy mondtam korábban, ez nagyon összetett, de nagyon örülök a mostani csapatnak, azért ez több mint 10 év munkája, akik kinevelődtek, illetve van egy lányunk, Kitti, aki külsőként jelentkezett önéletrajzzal. És hát ő is olyan, mintha a Well Dance-ben nevelődött volna, és nagyon jó a csapat. Most én abszolút a csapatban hiszek, és nem az, hogy egyedül kell megváltani a világot, mert sokkal több erő van, hogyha egy közös célért küzdünk, és hogy ebben a jó hangulatban, amelyben tesszük ezt, ez nagyon-nagyon jó. Egyébként a korosztályuk az mettől meddig terjednek, hogyan néztek most ki?
Mert ugye azt említetted, hogy Manó csapat is van, akkor a serdülő korosztály, de meddig lehet jelentkezni? Általában megtalálnak azért 20 évesek is minket, hogyha van táncos előképzettség, akkor megpróbáljuk őket akár középhaladó-haladó csapatokba is betenni, és lehetőséget adni nekik. Ez fontos, tehát nem kell, hogyha valaki 22 évesen jelentkezik, akkor a felnőtt formációban megnézzük, hogy van-e helye. Mert hogyha már valahol 5 évet táncolt, de váltani szeretne, vagy egyszerűen csak szimpatikusak lettünk, akkor erre abszolút van lehetőség és tér, tehát nem a kezdőkkel kell elkezdeni, ahol mondjuk éppen alsósok vannak. De ahogy említetted, az óvodás korosztályon túl természetesen vannak az alsósok, a felsősök, nagyjából azért ez így differenciálódik is, és hát ott vannak a középiskolai és egyetemisták, akik már akár több mint 10 éve veldenszesek, de nem tudnak elszakadni, és jó érzés ezt mondani, és természetesen addig jönnek, ameddig szeretnének, és mi nagyon örülünk ennek. Most, hogy így már az alapokat ismerjük, a koreográfiákat, a produkciókat, most visszakanyarodva egyúttal a versenyekhez is, hogyan találtátok ki, hogyan jött mindez? Valahonnan mindig inspirálódni kell. Akinek ehhez van érzéke, azt akár egy zene, egy nagyon jó zene is motiválja, inspirálja, beindítja. És akkor meghallod, hogy hú, igen, az annak a junior formációmnak milyen jó lenne, nyilván több zenéből tevődik és össze. És középpontban az érzék. Igen. Mondjuk én nem ismerném fel személy szerint, hogy na hát ez lehet, hogy jó lenne egy táncos. Igazából ez a saját ízlésed, meg az, hogy látod a versenyeken, hogy most éppen mi a trend, és hogy milyen zenék. Próbálsz ehhez is alkalmazkodni, azért jó, hogyha valamivel kitűnsz, tehát nem ugyanazt a sémát követed. A veldenszesek általában mindig kilógnak. Ezt már megkaptuk, hál' Istennek jó értelemben, szakmai zsűritől is, hogy valamitől mindig, valami plusz van. Vagy a merészebb zeneválasztás, például egy rockos, metálos mazsoretben ilyen is előfordul, és először így az ember picit meghökken, de annyira jó az egész, hogyha az egészet hallod, nézed, hogy nem tudsz rá más, csak tényleg mondjuk ők is pont megnyerték a kategóriát, és hát olyan zsűri véleménnyel találkoztunk, meg gratulációval utána, hogy ez abszolút visszaigazolja, hogy jó úton vagyunk, de hogy ez azért kemény munka, és ehhez kell az, hogy egy edző többféle táncstílusban is otthon legyen. Na pont ezt adjuk a Veldance-nél, hogy nálunk is többféle műfajt lehet tanulni, akár már ugye gyerekszinten is, hiszen nem tudhatod, hogy csak ha belekóstoltál, hogy hú, most az írtánc az nagyon megragad, de aztán elmész akrobatikus rock'n'rollozni, és lehet, hogy ott ragadsz, és az lesz az igazi szerelem. De lehet, hogy azt mondod, hogy köszönöm, nekem az túl strapás volt, inkább visszajövök, és annyira szeretnék koncentrálni, és a step részét megtanulni, vagy a botforgatást a mazsoretben, vagy a mostani zenék visznek el, és akkor ugye az utcai táncok, és a videoklip táncvonal jön. Tehát pont ez volt az alapötlete a Veldance-nek, mert én is többféle műfajjal ismerkedtem meg a versenytánc, mondtam, hogy Ergével kezdtem, de aztán jött a versenytánc, az akrobatikus rock'n'roll, és azt éreztem, jött az írtánc, hogy mindet szeretném, hogyha választható lenne. Egy picit kezdünk kifutni az időből, úgyhogy először is nézzük meg az elkövetkezendő időszakot, így, hogy lezártátok a szezont, milyen versenyekre fogtok menni. Ha jól tudom, akkor már most a szombaton jön a legközelebbi. Igen, 3 nemzetközi verseny vár most ránk. Szombaton utazunk Horvátországba az International Dance Open nyílt nemzetközi táncversenyre. Többféle műfajjal viszünk utcai táncos formációt és mazsorettes csapatokat, triókat is. Úgyhogy még nem tudom, nagyon izgulunk, és még most is zajlanak az edzések ezen a héten. És ugyanúgy júniusban rendezik a Látványtánc Európa bajnokságot, ezt idén Balatonfüreden, illetve a VDA World Dance Association Championship világbajnokságra is kijutottunk, és ez is júniusban kerül megrendezésre, úgyhogy ezekre még gőzerővel készülünk a táborok előtt. Mindehhez nagyon sok szeretettel gratulálok, de nem zárhatjuk úgy le a műsort, hogy elmenjünk a kupák mellett, illetve a nyeremények mellett. Egy picit nagyjából mondd el kérlek, hogy melyiket mire kaptátok. Csak egy ízelítőt hoztam, általában a legrangosabbakat, országos versenyeken, magyar bajnokságon elért első helyezéseket hoztam, és az azokért kapott kupát, illetve a legmagasabb pontszámot elért csapatunk kapott egy Balaton kupa külön díjat a Sió Foki mazsoret versenyen. Az évtánca nemzetközi minősítő versenyen nyertük azt, aminek rózsaszín a teteje, hiszen az év koreográfiája díjat is elhoztuk, és az évtáncosa is külön díjat kapott.
De ez csak egy kis ízelítő, ahogy említettem, hiszen 20 országos bajnoki cím van mögöttünk, és hát igyekszünk azért a nemzetközi fronton is helytállni. Erre készülünk most. Tehát aki hozzátok jelentkezik, az rengeteg győzelemre és nyereményre számíthat, de ugye ez mindez a sok munkának az eredménye. Igen, ez így van, de ez nem kötelező. Vannak olyan táncosaink minden évben, akik nem versenyeznek. Ezt mi elfogadjuk, a fellépéseken ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy felkészítjük őket a csapattal. A versenyen éppen nincsenek ott, de a fellépésen ugyanúgy be vannak állítva a koreográfiába, úgyhogy ennek is igyekszünk teret adni. Szép volt, Gabriella, köszönöm, hogy vendégem voltál. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek is köszönöm a megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!